A Fogyatékosok Országos Diák, Verseny és Szabadidősport Szövetsége idén is megrendezte tanévnyitó ünnepségét 2022. szeptember 16-án a Magyar Sportházában Budapesten. A rendezvény platformot biztosított arra, hogy a FODISZ megoszta eddigi eredményeit és jövőbeni terveit a vendégeivel, sportszakemberekkel és fogyatékosságügy képviselőivel. Valamint, hogy elismerő díjakat adhasson át azoknak, akik sokat tettek a fogyatékossággal élő gyerekek sportolásáért, és azoknak a diákoknak, nevelőpedagógusoknak, akik igazán eredményesek voltak a 2020-2021-es tanévben. A 36 díjazott diák sportoló között tanulásban, illetve értelmükben akadályozott, látás, hallás, mozgássérült és szervátültetett diákok egyaránt szerepeltek. A tanévnyitó eseményen kerültek átadásra a 2022 évi arany, ezüst és bronz fokozatú fogyatékosok sportjáért FODISZ díjak is, azoknak a sportszakembereknek és pedagógusoknak, akik kiemelkedő módon támogatták fogyatékossággal élő gyerekek sportolását az elmúlt években. Az ünnepséget Toponári Gábor, a FODISZ ügyvezető elnöke nyitotta meg, és ezt követően üdvözölte a jelenlévőket. Majd dr. Géci Marian, a sportért felelős államtitkárság főosztályvezetője, és dr. Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa mondta el köszöntő beszédét. A rendezvény előadó vendége Veréb Tamás volt, aki a Puskás, a musical egyik fantasztikus dalát énekelte el, ezzel remek hangulatot teremtett, és csodás előadással ajándékozta meg a vendégeket. Tűzni kell az életünk árán, bármi vár, itt nincs, aki fél. Magyarország a golyaink szárnyán, harcba száll a győzelemért. Az előadás után Szabó László, a FODISZ elnöke, valamint Tóth László, a Toti Sport Kft. Tulajdonosa, aláírták üzleti együttműködési szerződésüket. Az eseményen díszvendégként, díjátadóként részt vett Fráter Viktória FODISZ mentora, Úr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára, Locsmándi Alajos, a Mozgásjavító Általános Iskola igazgatója, Dr. Tapolcai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének elnöke, Kriskó Beáta, a Klebelsberg Központ szakmai tanácsadója, Dr. Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, és Dunai Antal, a FODISZ mentora. A díjak átadása után Szabó László, a FODISZ elnöke mondta el évértékelő beszédét, és bíztatta továbbiakban is helytállásra, lelkiismeretes munkára az egybegyűlteket, elismeréssel szólva az eddig elért kiemelkedő eredményekről. Gratulálok minden felkészítőnek, szép, eredményes, sikeres és trapabíró tranévet kívánok mindenkinek, és trapabíró esztendőt kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy együtt lehettünk, bizonyosan sokszor fogunk találkozni ebben a tanévben is. Szép sportélményeket kívánok mindenkinek, hajrá magyarok! A napot egy kellemes hangulatú állófogadás zárta, amely alkalmat teremtett a kapcsolatépítésre, továbbá lehetőség nyílt interjúkat készíteni a díszvendégekkel és a kiemelkedő sportolókkal is. Az Epigre Pas Ferenccel készültem Baján, ami eléggé kemény volt, mind fizikailag, illetve azért viszonylag lelkileg is azért. Szoktam focizni, mert mindig sokat rúgok gólt, meg szoktam bemelegíteni, meg a futáson jó-jós vagyok, mindenkit meg tudok előzni, otthon eddig szoktam futni, meg edzeni. Szeptemberben készülök Balatonkenesén egy versenyre. Ez egy normál beosztás, időbeosztású verseny lesz, és erre a versenyre edzésekkel készülök. Hát szeretek futni, igen. Örömet okoz, a ugrás, a távolugrás, a medicin, mindent szeretem.